Több mint egy hétig nem jelent meg a nyilvánosság előtt Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök több külföldi útját is lemondta, emiatt megindultak a találgatások egészségi állapotáról. Egyesek tudni vélték, hogy meghalt, mások azt mondták, hogy maga tehetetlen, de már az is felmerült, hogy lemondatták. A fotókkal igyekezett délelőtt bizonyítani a Kreml, hogy az orosz elnöknek semmi baja, sőt továbbra is végzi mindennapi teendőit. Vlagyimir Putyin a legfelsőbb bíróság elnökével találkozott. Aztán előkerültek a mozgóképek is ugyanarról az eseményről. Ezeken Putyin furcsán feszeng a székében, meg is szólal. Azt tanácsolja Vjacheslav Lebedyevnek, hogy ne foglalkozzon a kritikusokkal. Bizonyára ön is hallja a bírálókat, ez hozzátartozik az élethez. Én azonban megbízom az igazságszolgáltatásban, mondta az elnök. Az orosz államfő március 5-e óta most először mutatkozott a nyilvánosság előtt. Akkor Matteo Renzi olasz kormányfővel tárgyalt. Ráadásul lemondta e heti Kazaksztán és dél-oszétiai látogatását. Emiatt elindultak a találgatások. Például arról, hogy Putyin a hatalmi harcok áldozata lett és félreállították, vagy esetleg megbetegedett. Már az is elterjedt, hogy az elnök elhunyt, illetve él csak már maga tehetetlen. Az elnöki szóvivő tegnap igyekezett megnyugtatni a kedélyeket. Dmitrij Peszkov azt mondta, a 62 éves államfővel minden rendben, csak találkozói nem voltak nyilvánosak. Peszkov szerint Putyin annyira erős, hogy egy készszorítással képes eltörni bárki kezét. Vlagyimir Putyin 15 éve került hatalomra, már a kezdetektől igyekezett erős és egészséges ember, sőt aktív sportoló benyomását kelteni. Részleteket azonban nem tudni egészségi állapotáról, sem esetleges plasztikai műtéteiről, illetve botox kezeléseiről, sem magánéletéről. Annyi azonban bizonyos, hogy 2012-ben is eltűnt egy időre a nyilvánosság elől. Hivatalos közlések szerint sportsérülés szenvedett. Akkor is hosszabb időre visszavonult Novo-Ogarjevói rezidenciájára. Állítólag súlyos hátfájások kínozták. A nyugati sajtó akkor nem minden malícia nélkül jegyezte meg, hogy nem csak Putyin beteg, hanem egész Oroszország is, és pedig éppen az elnök politikája miatt.